Három éve kezdődött el a Vai Ádám és a Bátori laktanyák területének rehabilitációja a megyeszékhelyen. Ennek keretében építette a város ezt a gázüzemű autóbuszok számára kialakított töltőállomást, valamint ezt a körforgalmat a Tiszavasvári, a Szélsőbokori út és a Fokos utca kereszteződésében. A Nyíregyházi önkormányzat most újabb 575 millió forint forrást használhat fel az egykori laktanyák és az úthálózat további fejlesztéseire. A déli oldalon a Szélsőbokori út, az önmagában majdnem 1 milliárd forintos beruházás, az északi oldalon pedig a Tagló utcának az aszfaltozása. Tehát azt gondolom, hogy ez a korábbi programoknak egy nagyon jó kiteljesedése, kiegészítése lesz, és hát a kertvárosiaknak ez egy újabb jó hír, azt remélem. Természetesen ezen kívül is vannak még terveink, illetve az 5 milliárdos csomagban szerepelnek kertvárosi útépítések is. Egyelőre pallagon áll ez a földterület, hamarosan azonban itt is megkezdődnek a munkálatok. Bővül a busztelephely, parkolókat létesítenek, irodák épülnek, futópályát és üzemanyag töltő állomást alakítanak ki, valamint több száz fát és több ezer cserjét ültetnek el. Kiépül emellett a csapadékvízelvezetés, a szennyvíz és ivóvízhálózat, a villamos energiaellátás, a közvilágítás és automata öntözőrendszer is. A területrendezés és azoknak az épületek, amiben nem lehet használni és statikailag le kell bontani, azoknak a bontása az nem kérdés, annak szerepelnie kell. De ugye ott megépítettük az extrém parkot korábban, azt a piacot, és tehát az egész területnek a továbbfejlesztése olyan elemekkel, amit ha most mindent nem is tudunk megvalósítani, de már egy jó irányba tettünk egy nagy lépést, és tudjuk majd folytatni. A laktanyák rehabilitációjának összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot. A munka a tervek szerint 2022 első felében fejeződik be.